Meglepetésként érte a mérnöki kamara elnökségét Lázár János bejelentése a pályaudvarokról. Egy szakértő szerint nem világos, hogy a kormány botanikus kerteket vagy közlekedési csomópontokat szeretne inkább. A miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, hogy javaslat készül a déli pályaudvar bezárására, a nyugatit pedig újjáépíthetik, és akár 1 millió fát is ültethetnek a felszabadított területre. Ide még 1000 fa se ültethető, úgy vélem, hogy itt félreértés van. A levegő munkacsoport olyan tervet ismer és támogat, amelyben a külső vágányok tetőt kapnának. A vágányokat egy hosszan lefednék, és olyan parkot alakítanának ki ezen a lefedett részen, egy körülbelül 1 méteres föld vastagsággal, mint amilyen itt látható a West End mellett, ahol szintén lefedtek vágányokat. Arról már korábban döntött a kormány, hogy a nyugati bekerül az Európai Uniós forrásokból tervezett felújítási programba. A kivitelező a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT lesz. A pályaudvart az átépítés miatt 2 évre bezárnák. Nyári 2 hetes leállás az iszonyú káoszt okozott. Szerintem fontosak a vonatok, ha bár elég sokat késnek rendszeresen, de azért nélkülük elég nehéz lenne a tömegközlekedés. A déli pályaudvar bezárásával is foglalkozik a kormány. A déli pályaudvar esetében azt kérte a kormány a fejlesztési minisztertől, hogy arra tegyen javaslatot, illetve végeztessen egy helyzetfelmérést, hogy milyen feltételek mellett lehetne a déli pályaudvart bezárni, és helyette zöld felületet létesíteni. A bejelentés váratlanul érte a mérnöki kamara elnökségét. Tegnap délután 2-kor csak a déli pályaudvarról tudtunk, és arról is elég sokat vitatkoztunk, hogy mi a teendő, de hát 5 óra körül hüledezve hallottuk ezt az ötletrohamot, hogy déli pályaudvar, nyugati pályaudvar, keleti pályaudvar, hévvonalak. A déli pályaudvar bezárásának gondolata már 10 évvel ezelőtt felmerült. Erről javaslatot is készített a Közlekedéstudományi Intézet. A MÁV azonban erről nem tud semmit. Kérdésünkre azt válaszolták, a vasúttársaságnak nincs információja hivatalos döntésről a déli pályaudvar jövőjét illetően. Így nyilatkozni sem tudnak róla. Orosz Csaba szerint egyébként egy kisebb javítás, úgymond ráncfelvarrás, egy pályaudvaron 10 milliárd forintnál kezdődik. Egy ilyen beruházás költsége több 100 milliárd is lehet.